Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Itt a kutyánál a barátokról vagy a hűségről van szó. És itt látható a jeges medve, tehát ő biztos a dolgában, hogy te hűséges vagy, ő is hűséges hozzád, ez a kapcsolat ad erőt számára. A kutya jelentheti a baráti kört is, és az ő ismerősei között van egy személy, akinek szava van. Erre utal a jeges medve. Ez lehet jó, hiszen kaphat támogatást, de lehet rossz is, amikor valaki van a közelében, és megpróbál parancsolgatni neki. Lehet, hogy nem mer nemet mondani, és így ez egy kihívás számára, amin ő töpreng. Most megnézzük az érzelmeit. Itt a halak jelentik az anyagiakat, vagy a munkahelyét. Itt lesznek változások, vagy külföldi kapcsolatok, szerződések, ami vagy pénzbe kerül, vagy pénzt hoz a házhoz. Ami a párkapcsolatot illeti, az érzelmeket illeti, a halak jelentik a belső értékeket is, és itt ez lehet a remény, vagy egy utazás, ez lehet egy belső út, egy lelki út is, hogy te értékes vagy számára, de neki is megvannak az elvárásai, hogy te értékeld őt. És akkor itt lesz egy lelki kapcsolat, vagy egy közös utazás. Mit fog tenni? Itt az utak jelenthetik azt, hogy útban van hozzád. De ti még itt vagytok ebben a labirintusban, egy olyan helyzetben, ahol kell egy kiút, kell egy megoldás, és itt az utak jelenthetik ezeket a döntéseket, és hogy lesz egy kiút, lesz egy megoldás, és ezt fogja közölni veled. Mi köt össze benneteket? Az irány. Itt lesz egy közös út, egy közös életút, vagy utazás, döntések, lesz egy új irány, amit közösen fogtok tervezni. Utal a változásokra. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!